Jó napot kívánok! Főorvos asszonnyal ma is tisztelettel köszöntjük Önöket a mai tájékoztatónkon. Ahogy a miniszterelnökséget vezető miniszter úr a kormányinfó már bejelentette, Magyarország kormánya az operatív törzs és a járványügyi szakemberek javaslatára figyelemmel arra, hogy ismét emelkedik a koronavírus fertőzöttek száma, és a járvány a harmadik hullámába lépett, úgy döntött, hogy a járvány második ütemében meghozott védelmi intézkedéseket március 15-éig változatlanul fenntartja. Március 15-éig továbbra is hatályban maradnak a maszkviselés, a kijárási tilalom, a közterületi magatartási szabályok, a csoportosulásra, gyülekezésre vonatkozó tilalmak, az üzletekre, szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozások, valamint a rendezvénytartás szabályai. Kérünk továbbra is mindenkit, hogy valamennyiünk egészségének megőrzése érdekében tartsák be a védelmi intézkedéseket, és kérjük továbbra is a türelmüket, valamint az együttműködésüket. Most ismertetem a tegnapi napon a védelmi intézkedésekkel összefüggésben végrehajtott rendőri intézkedéseink adatait. Az elmúlt 24 órában összesen a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 119 személlyel szemben intézkedtek rendőreink, így a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-i hatályba lépése óta összesen 26.482 rendőri intézkedést végeztünk a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. 189 személlyel szemben intézkedtünk, mert a 10.000 főnél nagyobb lakónépességű település területén az önkormányzati rendeletekben elrendelt maszkviselési kötelezettségnek nem tettek eleget a közterületen, illetve a rendeletekben meghatározott nyilvános helyen. 21 személlyel szemben alkalmaztunk figyelmeztetést, 50 személy részére szabtunk ki helyszíni bírságot, míg 118 személlyel szemben tettünk szabálysértési feljelentést. A tegnapi napon a tömegközlekedési eszközön, illetve a tömegközlekedési eszközök várakozó helyein 11 személlyel szemben, a kereskedelmi üzletekben, illetve bevásárlóközpontok területén 29 személlyel szemben intézkedtek rendőreink a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. A kereskedelmi üzletekre, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése miatt 834 rendőri intézkedést végeztünk ez idáig a jogszabály hatályba lépése óta. Ebből az üzemeltető, illetve a tulajdonos felelőssége 214 esetben volt megállapítható, míg az üzletek korlátozott nyitvatartására, az egyes létesítmények szolgáltatási helyek nyitvatartására, illetve az üzletekben történő tartózkodás tilalmára vonatkozó szabályokat 620-an szekték meg ez idáig. Az elmúlt 24 órában a vendéglátó üzletben történő tartózkodás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése miatt nem kellett rendőri intézkedést végeznünk, ezért vendéglátó üzlet ideiglenes bezárására nem került sor. Ellenőriztük továbbra is a kijárási tilalmat, 345 személlyel szemben intézkedtek a tegnapi napon rendőreink, így összességében a kijárási tilalom, illetve a közterületi magatartási szabályok ellenőrzése óta 42.409 rendőri intézkedést hajtottunk végre. A tegnapi napon a koridorokon 65 rendőri intézkedést végeztünk, így 12.414-re emelkedett a Magyarországon személyforgalomban történő tranzitálási szabályokat megszegők száma. És a hatósági házi karantén adataink a tegnapi napon 11.751 helyszíni ellenőrzést végeztek rendőreink. A tegnapi napon elrendelt hatósági házi karanténok száma 6.247-es, így a mai napon az elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karantén 29.389. A hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonra tölthető informatikai alkalmazással regisztrált felhasználói a mai napon 2903-an vannak, és most átadom főorvos asszonynak a szót. Jó napot kívánok! A járványügyi adatok sajnos arról tesznek tanúbizonyságot, amit az elmúlt napokban elmondtam önöknek. Azaz a harmadik hullám zajlik, méghozzá erőteljes emelkedő számokról tesz tanúbizonyságot. Elmondtam, hogy a vírus variánsoknak egy része, jellemzően a brit mutáns, exponenciálisan növeli a fertőzöttek számát. Sajnos a járványügyi adataink is ezt bizonyítják.
4385 fővel nőtt az elmúlt napon a fertőzöttek száma. Ugyancsak magas az aktív fertőzöttek száma, ez is emelkedett, hiszen már egyszer 80 ezer alatt is voltunk, de a mai adatok szerint 84.061 aktív fertőzöttet tartunk nyilván. Ezzel együtt és párhuzamosan növekszik a súlyos megbetegedettek száma is, azoknak a száma, akik kórházi kezelést igényelnek ahhoz, hogy meggyógyulhassanak. Már 4836 főt ápolnak intézményeinkben, és közülük 411-en szorulnak lélegeztetőgépre. Ezek a járványügyi adatok mind-mind arról adnak tájékoztatást nekünk, hogy bizony a harmadik hullámnak egy jelentősen felmenő szakaszában vagyunk. Ezt a felmenő szakaszt, ezt az emelkedést csak is úgy tudjuk megtörni és mérsékelni, illetve megfordítani, hogyha az egyéni és a csoportos közösségi védelmünket is nagy mértékben fokozzuk. Ehhez egy nagyon jó eszköz, és azt kell, hogy mondjam, hogy a higién és szabályok betartása mellett a legfontosabb specifikus eszköz a védőoltásoknak a felvétele. Gőzerővel folyik Magyarországon a védőoltásoknak a beadása, éppen azért, hogy a harmadik hullámnak a felmenő szakaszát megtörjük és megfordítsuk. Ebben rengeteg embernek a munkája, az egyidejű, összehangolt munkája benne van. Nagyon nagy tisztelettel köszönöm meg háziorvosainknak, hogy gőzerővel végzik a területen a védőoltásoknak a beadását, hiszen ők a bástyái ennek a védelmi rendszernek. Közel vannak betegeikhez, bíznak bennük, nagy a bizalom a betegek részéről a háziorvosuk iránt, és hogyha a háziorvosuk megszólítja őket, akkor kérem, hogy ne hezitáljanak, hanem vegyék fel a védőoltást, hiszen láthatjuk, hogy újra egy olyan szakaszba érkezett a járvány, amit meg kell törnünk, és ez kizárólag a védőoltás felvételében lehetséges. Mindegyik Magyarországon alkalmazott védőoltás hatásos. Természetesen vannak különbségek az oltóanyagok között, hogyha valamely védőoltással szemben a kezelőorvos, háziorvos egy konkrét javaslatot tesz annak felvételére, vagy annak inkább az elhagyására, és egy másik oltóanyagra tesz javaslatot, ezt a problémát is tudjuk kezelni. Hiszen jól tudják, hogy a háziorvosaink mellett a kórházi oltópontokon is folyamatosan zajlik a vakcináknak a beadása. Mindig azzal a vakcinával, ami éppen van. Párhuzamosan és folyamatosan érkeznek a szállítmányok kisebb-nagyobb mennyiségben, nem mindig annyi, amennyit várunk, de jellemzően egy időben többféle vakcina jelen van az országunkban, így megoldható mindenkinek az oltása, aki azt kéri. Az a célunk, hogy felgyorsítsuk a védőoltások beadásának az ütemét, és húsvétra, húsvét körüli időszakra mindazokat beoltsuk, akik már regisztráltak. Kérem azokat is, akik még ezt nem tették meg, hogy regisztráljanak, hiszen nem tudjuk elérni őket, egyszerűen nem tudjuk realizálni az oltás iránti igényüket, hogyha ezt nem tudatják velünk. A jelen oltóanyag szállítás beérkezése az országba és az oltócsoportok, illetve háziorvos kollégák működése mellett minden realitása megvan annak, hogy a húsvét körüli időszakra mindenki, aki eddig regisztrált, hozzájuthasson a vakcinához és beoltakozhasson. A védőoltási munkacsoport folyamatosan vizsgálja a lehetőségeket,
összeveti azt a szakmai irányelvet, illetve a szakmai újdonságokat, amelyek azt kell, hogy mondjam, szinte napról napra jelentkeznek, és fellelhetők a szakirodalomban, továbbá azoknak az országoknak a tapasztalatait, ahol már nagyon előre haladott a védőoltási beadásoknak a rendszere. Így azt tapasztaljuk, hogy folyamatosan változhat a vakcináknak az alkalmazási lehetősége is. Nagyon jó híreket olvasunk ezekkel kapcsolatban, hiszen látjuk azt, hogy az első oltás is már több esetben jelentős védelmet ad. Az elmúlt napokban jelent meg az izraeli egészségügyi minisztérium részéről egy tájékoztató közlemény. Tudjuk jól, hogy ott rendkívüli mértékben előre haladott a lakosság, mintegy 50%-a már be van oltva, és azt állapították meg, hogy pusztán az első oltás beadását követően 75%-os védettséget biztosít a vakcina. Ugyanakkor részletesen elemzik konkrétan a vakcina beadásának az előnyeit is. Azt kell, hogy mondjam, hogy több mint 90% feletti az összes érték, 95, 98, 99, 98 az esély, tehát a kockázata annak, hogy valaki megbetegszik az első oltást követően, sokkal kisebb az esélye ennek, sokkal kisebb az esélye, hogy kórházba kerül, tehát súlyosan zajlik nála a betegség, kevesebb, és ami számunkra a legeslegfontosabb, hogy 98,9%-kal, hogy egészen pontosan idézzem a közleményt, kisebb az elhalálozás esélye. Úgy gondolom, hogy ezek rendkívül meggyőző számok, és nagyon árulkodóak, és sok információt és lehetőséget is rejtenek magukban. Az oltási munkacsoport ezeket is elemzi, és azon van, hogy minél többen tudjanak élni már az első védőoltás lehetőségével, és ennek a felülvizsgálata adott esetben a szakmai szempontból szükséges módosítása folyamatosan zajlik a szakmai munka során. Ugyancsak egy érdekes megállapítást közölt az AstraZeneca-nak az oltóanyagával kapcsolatban egy cikk. Tegnapi napon említettem már, hogy ezt is tárgyaljuk, hogy változtassunk-e az oltás beadásának a módján. Egészen pontosan arról van szó, hogy leírták ezzel az oltóanyaggal kapcsolatban, hogy a korábban gondoltakkal ellentétben, hogyha a két oltás időköze között nagyobb távolság van, időbeni távolság, tehát később kerül beadásra, mint 4 hét az elsőhöz képest a második dózis, akkor a vakcinának és az immunválasznak a hatásossága sokkal emelkedettebb. A kontrollcsoportban 63%-nyi hatásosságot találtak, tehát azoknál, akik az első dózist követő 4 hét múlva kapták meg a második dózist, azoknál pedig, akik az első oltást követő később, minimum 6 héten túl kapták meg a második dózist, 73%-os hatásosságot tapasztaltak. Úgy vélem, hogy a tapasztalati, illetve a tudományos információkat is bedolgozva és folyamatosan hasznosítva a magyarországi oltási munkacsoport ezeket felhasználva még inkább ki tudja használni azokat a lehetőségeket, hogy sokkal több személyt tudjunk
beoltani, és felgyorsítsuk az oltási ütemtervünket. Köszönöm szépen a figyelmüket. Egyet elfelejtettem mondani, de nagyon szerettem volna, és most pillantottam csak rá. Több mint 500 000 oltást beadtunk már első alkalommal. Ez mégiscsak egy mérföldkő, és ezért szerettem volna köszönetet mondani mind a szervezőknek, mind pedig a végrehajtóknak, hiszen ez egy nagyon nagy szám, ahhoz képest, hogy milyen heroikus küzdelmet kell folytatnunk magáért az oltóanyagokért, természetesen beleértve a logisztikát, a szervezést, a végrehajtást, és beleértve önöket is, akik meghallják az üzeneteinket, elfogadják azt, hogy ebből a járványból a kilábalás útja a védőoltásoknak a felvételén keresztül vezet. És kérem, hogy ezen túl is ebbe az irányba haladjunk együtt, hiszen az egész ország egyéni védelme és a közösségi védelme a védőoltásoknak a felvételén alapszik. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen, főorvos asszony! A tájékoztatónkat megelőzően a Kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter úr valamennyi megkeresésre válaszolt. Így mi megköszönjük a mai figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!